tavaly nyáron úgy indultunk, hogy átadásra került az új létesítmény egy része, úgyhogy használatba vettük az új csarnokunkat. Ezáltal az edzés helyszín, edzés időpontok, edzés lehetőségek megnőttek. Ez nyilván nagyon pozitív hatása volt az egész edzés módszertanra, edzés lehetőségekre. De annak külön örülök, hogy tényleg két aranyérem, három ezüstérem, két bronzérem adódott idén. Hozzáteszem, nekünk fontos nyilván a siker, de a legfontosabb tényleg a gyerekeknek az egyéni fejlesztése. És hát ennek, ami látunk, hogy a jövőben mutató, hogy a gyerekeket keressék, érdeklődnek irántuk, és így egy életpályamodellt tudunk nekik fölvázolni, amiben a sport az egyik része, és ugye a másik része az oktatás, hogy ugye idén a végzős hallgatók, mert ugye ez a negyedik év, tehát igazából most vannak az elsős végzősök, hogy ők érettségiztek, és már sokan a tovább tanulási pályázatokat is benyújtották, és hát minden bizonnyal, hogy egyetemen, főiskolán folytatják a további nem sportbeli pályafutásokat. Azt hiszem, hogy mi egy példát mutatunk nekik, egy üzenetbe burkoltuk, hogy mi fontos ahhoz, hogy ők sikeres sportolók, sikeres emberek, pozitív, erkölcsös egyéniségek legyenek. Ez az irány, úgy gondolom, ez mindenképpen fontos. Ők ebből a burokból, amiben eddig voltak, ebben most kikerülnek tényleg az e-sport világába, és ott már rajtuk a sor. Ott már önmagukat kell fejleszteni, teljes mértékben ővék a felelősség, és úgy gondolom most terül ki ténylegesen, hogy ők mekkora sportolók, milyen emberek, mert ez a 18-19-20 éves korosztályig, ez csak a felkészülés. Tehát én úgy hiszem, hogy tehetséges játékosok, ügyes játékosok nőnek ki, de még messze van attól, hogy tényleg jó játékosok legyenek. Ez majd a felnőtt korosztályban fog kiderülni, hogy tényleg mire képesek sportban, de ugyanúgy tanulmányékban, és mint személyiség egyaránt. Én azt látom, hogy a negyedik évben most már látják, tudják, hogy mit csinálunk, elfogadják, és én úgy hiszem, hogy ennek a képzési modellnek igenis jövője van. Én úgy gondolom, hogy most már látják, hogy az akadémiának mi a kiútja, milyen irányba halad. Azt is hiszem, hogy most már, akik eddig csak adtak diákokat, ők azt is tapasztalják, hogy idén közel 30 diák elhagyja az akadémiát. Sokan ugye MB1-be folytatják, MB1-B-be folytatják, de olyan diák is van, aki játékvezetőképpént egyéb pályafutásot tölt be a jövőben. Látható, hogyha egy 14 éves gyermek hozzánk jön, és a szakedzőink, mesteredzőink egy felépített módszerrel versenyeztetik, felkészítik őket, akkor olyan gyermekkel szemben, aki nem ezt az utat választja, fél év, évek költön hol tart. És itt látják egyébként most már a diákok is, meg a szülők is, hogy igen, a munkának hatása van, a munkának eredménye van. És úgy gondolom, hogy nálunk ilyen téren majd tudom minden feltétel adott. A létesítmények tényleg csodálatosak, és abszolút nyugati szintűek. Ugye itt külföldi sportszakértők, egyesületek is itt voltak, és jönnek ide, és ők is látják, hogy ez a Balaton mentén egy csodálatos helyszín, csodálatos lehetőség az edzésre, illetve versenyzésre. Úgy gondolom, ez egy mérföldkő volt az akadémia életében. A sportlétesítmény kívül a kollégiumnak a használatbevétele januártól az is egy hatalmas mérföldkő, mert most már olyan szállást biztosítunk a diákoknak, amik egyrészt ugye a kétfős elszállásolás azt lehetővé teszi a pihenést, a nyugalmat, a szobában lévő tanulás lehetőség, a saját íróasztal, a saját szekrény, a hűtőszekrény, és a Balaton part, a víz is,
Ez mind úgy gondolom, hogy egyedülálló. Ami számunkra emellett egy nagyon fontos lehetőség, hogy az utánpótlás válogatottak. Ugye a magyar kézilabda helyszíne, magyar csapatok edzőtáborozása. Úgy gondolom ez a kollégium, illetve van egy hotel részünk is, ahol további 50 főre ellátást biztosítunk. Nem említettem a jó konyhát, és nyilván ez is fontos része. De ez mind olyan tényező, ami úgy gondolom, hogy ez a magyar kézilabdázásnak, a magyar utánpótlásnak az a bázisa legyen, hogy tényleg a jövő generációt nem csak mi, hanem aki idejön edzőtávoz, ő is nevelesse. A Nemzeti Kézilabda Akadémia küldetése egyrészt az elit utánpótlás nevelés, ugye ezt mindig el kell mondani, ez a 13-14 éves korosztálytól a 18-19 korosztályig, illetve addig, amikor már el lehet engedni a kezüket, és akkor menjenek tényleg a profi, a felnőtt világba. Emellett, ami most már a létesítményeink, a szaktudásunk, a szervezetünk által lehetséges, az az, hogy a sport, a kézilabdának egy iránymutatást adjunk, és élményt adjunk olyan korosztálynak is, akik barátkoznak a sporttal. A NECA Lurko program, ez úgy gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség a 6 és 10 éves korosztályban őket megfogni, és aki ide ellátogat hozzánk és bejön, ő tényleg tapasztalja, hogy sport mekkora örömet szerez. A sport mennyire összeköt. A sport egy bizonyos versengést jelent, és egy ilyen program, amit megvalósítottunk, ahol közel 120 diák eljött hozzánk különböző iskolákból, és a diákok, tanárok, szülők, a munkatársaink együtt játszottak, egymásnak segítettek, közösen élményben részesültek. Ez úgy gondolom egy nagyon jó iránymutatás mindenkinek, és hát ezt is felvállaljuk. Ezt is örömmel visszük, és hiszem, hogy ezek a diákok tényleg, ha nem is kézilabdázni fognak, de mindenképpen a jövőben sportolni fognak.